Az Excel 12 új függvényéről lesz szó. Ugye ezek közül már 10-ről volt szó tavasszal, viszont tavasszal ezeknek a függvényeknek még magyar neve sem volt, legalábbis a legtöbbnek még magyar neve sem volt. Azon kívül még tavasszal, még csak a beta verzióban lehetett ezeket a függvényeket elérni. Most viszont már még az online verzióban is elérhetőek. Amint látjátok, most éppen egyébként az online változatában fogunk dolgozni, tehát az Excel online változatával dolgozunk. Az első új függvény, amit meg fogunk nézni, ez az úgynevezett szövegfelosztás. Például van nekünk egy névsorunk, és hát ugye azt szeretném, hogy a vezetéknevek, illetve a keresztnevek külön oszlopban legyenek, ahogy ugye bár egy adatbázisban annak lennie kell. Tehát akkor elkezdjük ugye bár begépelni a függvény nevét. Kiválasztjuk a szövegfelosztás függvényt, és ugye az első paraméter, amit mindenképpen meg kell adnunk, az maga a szöveg. Úgyhogy kattintsunk itt az első névre. Majd a következő paraméter az az elválasztó. Ugye itt egy szóköz van igazából, úgyhogy tegyünk be egy szóközt, idézőjelek közé, zárjuk be, és üssünk Entert. És most már ezt a szokott módon tudjuk másolni. És már is külön oszlopban vannak a vezetéknevek, illetve a keresztnevek. Ehhez hasonló függvény a szöveg előtte, hogyha mondjuk csak a vezetékneveket szeretnénk leválasztani, akkor ugyanúgy, ahogy az előbb, megkeressük a szöveg előtte függvényt, megadjuk a szöveget, második paraméterként pedig a két szöveg rész között lévő karaktert, ami egy szó köz. És akkor ezt is másolhatjuk. Így. A következő szintén hasonló a szöveg utána, hogyha mondjuk csak a keresztneveket akarjuk leválasztani. Megkeressük a szöveg utána függvényt, és itt is a másik paraméternek megadjuk ugye a határoló elemet, ami egy szó köz, határoló karaktert inkább úgy mondanám, és akkor szépen ezt is tudjuk másolni. A következő függvényünk az az oszlophoz. Mi van akkor, hogyha mondjuk két oszlopban vannak adataink, és mi azt szeretnénk, hogy egy oszlopban legyenek ezek? Akkor használhatjuk a oszlophoz nevű függvényt, megadjuk egyszerűen a tömböt, és Entert ütünk. Ehhez hasonlóan van a sorhoz nevű függvény, ugye ez ugyanezt csinálja, csak ugye egy sorba rakja a két oszlop adatait, tehát akkor azt mondom, hogy sorhoz, szintén megadom a tömböt, Entert ütök, és már is egy sorban vannak az adatok. Következő ehhez hasonló, csak tömbökkel, tehát táblázatokkal tudja megcsinálni ugyanezt. Ez a függőleges halmozás nevű függvény. Meg is van. Ugye itt mutatja is, hogy meg kell adnunk, kell neki két tömb. Ugye ez az egyik tömbünk. Ez pedig a másik tömbünk, üssünk Entert, és így most már egymás alatt van a két tömb. Ezt tudja csinálni vízszintesen is, ugye ez a vízszintes halmozás nevű függvény.
meg is van. Itt is ugyanúgy megadjuk a két tömböt. Pontos vesszővel elválasztjuk a két paramétert. És egymás mellé került a két kis táblázat adatai. A következő az áthelyez függvény. Ez arra jó, hogy mondjuk van ez a táblázatunk, és szeretnénk mondjuk néhány sort áthelyezni, kivenni belőle. Itt ugye meg kell adnunk a tömböt. És a második paraméter az a sorok száma. Tehát mondjuk, hogyha mondjuk így a hatodik sorig szeretném, akkor ide beírok egy hatost. Ennek a fordítottja, hogy úgy mondjam, az eltávolít függvény. Tehát, hogyha mondjuk most azt mondom, hogy ugyanígy járok el, mint az előbb, tehát megadom ezt a táblázatot, és ugyanúgy beírom a 6-ot, akkor ugyebár azt a részt fogja eltávolítani, és marad minden más, ami ugye a burgonya-boldizsár nevű egyén után következik. Következő az oszlopválasztás függvényünk. Ez arra jó, hogy bizonyos oszlopokat átmásoljunk, áttegyünk máshova. És egyébként ezeknek a függvényeknek az is nagyon nagy előnye, hogy dinamikus. Tehát, hogyha az eredeti tömbünk változik, akkor ugye a másik is frissülni fog. Jó, tehát akkor azt mondom neki, hogy oszlop... oszlopválasztás. Tehát akkor itt is megadjuk ugyebár a magát a táblázatot. És egyszerűen beírjuk ide az oszlop számokat. Tehát mondjuk, hogyha én a keresztnevet és a fizetést szeretném ugye kiválasztani, akkor ugye beírok egy kettest, hiszen a keresztnév az a második oszlopban van, és beírok egy hatost, hiszen az a fizetés, az pedig a hatos oszlopban van. A következő függvényünk az még a webes változatban nincs benne, viszont az asztaliban benne van, úgyhogy én most ezt megnyitom az asztali applikációban. Van egyébként egy másik nagyon hasznos újdonság is, a nézett szalagon most már a megjelenítés csoportban van egy ilyen, hogy navigáció, és akkor itt oldalt megjelennek. Ez főleg akkor hasznos, hogyha sok munkalapunk van, oldalt megjelennek a munkalapok. Tehát van egy olyan új függvényünk, hogy kép, és ez arra jó, hogy egy internetes hivatkozást tudunk megadni vele. Én itt le is mentettem egy internetes hivatkozást. Ezt fogjuk használni, egész egyszerűen bemásolom ide a forráshoz, majd rányomok a készre. És ha fölé viszem az egérmutatót, akkor megmutatja nagyban is. Például mondjuk egy olyan munkavállalói adatbázisnál ez egy hasznos dolog, hogyha mondjuk a név mellé egy képet is be akarunk tenni. És mivel internetes, ezért frissül. Tehát, hogyha ha a weben frissül a kép, mondjuk egy Facebookos kép, tételezzük föl, akkor ugyebár itt is frissülni fog.
a képünk. Jó, a következő függvény, ez a lambda függvény. Ez arra jó, hogyha mondjuk valamilyen olyan függvényre van szükségem, ami az Excelben nincs benne. Például mondjuk tételezzük föl, hogy ezeket a hőmérsékleti adatokat, mondjuk tételezzük föl, hogy ezek most ugye Celsius fokok, mondjuk ezeket szeretném Fahrenheitban itt megjeleníteni. Hát ugye bár ilyen függvényünk nincsen, tehát hiába kezdem el gépelni, nem fog megjelenni a Fahrenheit függvény, viszont ha rámegyünk a... Bocsánat, azt mondja, hogy az adatok szalagon, nem bocsánat, képletek, persze. A képletek szalagra, hogyha rámegyünk, akkor itt a definiált neveknél találunk egy olyat, hogy népkezelő, és itt kattintsunk az újra, és akkor írjuk be, hogy Fahrenheit. Kattintsunk az OK-ra. Majd itt alul a lambda név után zárójelben meg tudjuk adni a számítást. Ugye X az maga maga az adott érték lesz. És utána megadhatjuk, hogy mit csináljon ugye X-el. Tehát ugye most ugye Fahrenheit-tá alakítjuk át, tehát akkor beszorozzuk X-et 9,5-del, és hozzáadunk még 32-t, bezárjuk a zárójelet, pardon. Így. Egy kicsit mindjárt belenagyítok. Tehát itt a név után beírtuk, hogy X, pontos vesszővel elválasztottuk, és magát a számítást beírtuk. Ilyenkor ne ijedjünk meg, kattintsunk az igenre, és most már lesz nekünk Fahrenheit függvényünk. Adjuk meg az X értékét, és meg is kaptuk Fahrenheitban ezeket a hőmérsékleti adatokat. Jó, akkor még egy utolsó dolgot szeretnék mutatni. Ehhez viszont visszatérek a webes verzióhoz. Megjelent, ez mondjuk nem függvény, de ez is egy újdonság, azért ezt is megmutatom. Most már a webes verzióban is be lehet kapcsolni a lapvédelmet. Például mondjuk én nem szeretném, hogyha mondjuk ugye kitörölnék ezt itt, akkor ugye itt be tudom ezt kattintani, és akkor itt meg tudom adni a tartományt. Itt lehet ugye jelszóvédetté tenni, itt vannak az egyéb beállítások, hát ugye alapértelmezetten ez a kettő van, erre a kettőre van csak jogosultság. Ezt hagyjuk is így, itt igazából ugye a jelszó a lényeg, írjunk be valamilyen jelszót. Kattintsunk a mentésre.
És most elvileg ugye nem fogja engedni, mutatja is, hogy védett ez a rész. Ezt viszont tudjuk módosítani, tehát mondjuk átírom. Ja, igen. Bocsánat, egy pillanat. No, igen, tehát ugye azt rontottam el, hogy ugye ez a rész, ahol megadjuk a tartományt, ez a feloldott tartományra vonatkozik. Tehát ugye én azt szeretném, hogy ugye a felhasználó sehol semmit ne tudjon változtatni, csak ugye ezeken az értékeken itt tud dolgozni, és akkor megkapja Fahrenheitban a hőmérsékletet. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet!